Isten éltese sokáig, Gyula város polgárai nevében a tiszteletünket és a nagyra becsülésünket Magyar, szeretnénk kifejezni jegyző úrral és képviselő úrral. Görgi Nyenő polgármester virággal és sokra Csige Gábor jegyző és Kis Szabolcs körzeti képviselő pedig tortával köszöntötte a 90 éves Farkas Istvánnét. Teri néni 1933. június 11-én született, a szabolcs már Bereg vármegyei kemecsén. Tanyán laktak, 12-en voltak testvérek, mindannyian felnőttek, már a sajnos már csak hatan élnek. Bátyja 92 éves, a legfiatalabb húga pedig 85 éves. Mi a hosszú, hogy dolgozni, dolgozni és dolgozni. A szépkorú Nyírbogdányban az olajfinomítóban dolgozott néhány évet, de az egészsége megromlott az ottani körülmények miatt. Ezután Pestre került, ott ismerkedett meg férjével, akivel később nagy telepedett le. Ott éltek 65 évig boldog házasságban. A 55-ben meglett a fiam, 58 van lányom, 59 van másik lányom, 60 van a fiam. Úgyhogy gyantén oda kerültem gyantéra, és attól kezdve mindent csináltunk. Gyereket neveltünk, kapáltunk, fát vágtunk, mindent csináltunk. Libát töntünk, libát téptünk, szóval ez, ez dolgoztunk állandóan, úgyhogy nem voltunk dolog nélkül sose. Teri nyugdíjazásáig a Gyulai kórházban takarított, emellett nevelte a gyermekeit. A szépkorúnak 11 unokája és 10 dunokája unokája van. A hétköznapokban a kertben szeret búklászni és horgolni szokott. Őszintén megmondva egy darabig nem mertem hozzáfogni a horgoláshoz, mert el vannak zsibbadvózójaim, de csak csinálom. Most már hozzáfogtam, csak horgolok. Megkötök most, ugye mióta a párom hogy meghalt, azóta, hogy itt vagyok, és most, most ez a hobim, hogy horgolok. A szépkorú nagymamája mottoját vallja, vagyis amit ma megtehetsz, ne halaszt holnapra.